Nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, mindazokat, akik velünk együtt vannak Isten igéjének a tanulmányozására. Nagy öröm együtt olvasni Isten igéjét, és óriási kegyelem, hogy tart még a kegyelmi idő, és együtt lehetünk. Kérjük az Urat imádságban, hogy erősítsen meg bennünket, és jelentse ki az ő igéjét személyesen, egyen-egyenként mindnyájunknak. Ma a próbáról és a kísértésről fogunk beszélni. Tehát Jakab levele első része, 12. versétől, tehát a következőket olvassuk. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az ő szeretőknek. Olvasom a továbbit. Senki sem mondja, mikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva, és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnszül, a bűn pedig beteljesedve halált nemz. Ne tévedjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. A következőket szeretném elmondani, majd Ági is elmondja, hogy ő mit látott meg ebben az igében, hogy amikor Jakab a próbáról és a kísértésről írt ebben a levelében a hívő testvéreknek, akkor arról akar beszélni, hogy az Isten előtti járásunk milyen a valóságban, hogy éljük meg a kereszténységünket, a Krisztussal való közösségünket, és hogyha szeretnénk, hogy a világ számára hihetővé váljon az evangélium, akkor az isteni életünkből, az Isten szerinti életünkből győződnek meg arról, hogy igaz, amit mondunk, amiről bizonyságot teszünk. Olvasom itt az első szavakat, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, az Úr áldást hirdet azoknak, akik a próbákban és a kísértésekben kitartanak. Akik álhatatosan tűrnek, akik kiállják a próbát, tisztességbe részesülnek. És mindenkinek a pohara csordultig lesz a mennyben, már most is, ugye csordultig lehet a szívünk az Úr szeretetétől. Ez a kérdés, hogy mi hogyan reagálunk a próbákra és a kísértésekre keserűen, panaszkodva, vagy örömmel fogadjuk, vagy úgy, hogy hálát adunk, mint ahogy Jób is mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő szent neve. A
görög szó, amit Jakab apostol használ tulajdonképpen, kettős jelentéssel használták. Az első jelentése a próba, dokimadzó, ugye megpróbálni, és ezt a szót használták a kísértés kifejezésére is, de az összefüggésekből világosan látjuk, hogy mikor van szó a próbáról, illetve a kísértésről. Tehát amikor Isten próbál minket, akkor a legjobbat akarja kihozni, kimunkálni bennünk. Amikor pedig a kísértéssel van dolgunk, a legrosszabb dolgot akarja kihozni belőlünk, a kísértés, hogy gonoszszá váljunk a beszédünkben, a viselkedésünkben, hogy sokszor nem ismerünk magunkra, olyan lesz a viselkedésünk. És az írás mondja, hogy Isten nem kísért. És ez nagy igazság. Isten megvizsgál, de nem kísért. Itt az igét olvasz, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Akaratlanul is a lelki fegyverek jutottak az eszembe, hogy az Úr beleengedi az embert a kísértésbe, mégpedig azért, hogy megpróbáltasson, és hogy a hitben megerősödve szilárdá lehessen a hite. A lelki fegyverek között az Úr adta az üdvösség sisakját is nekünk, és ha felvesszük az üdvösség sisakját, akkor ezekben a harcokban győzelmesek lehetünk, a pajzsot, a lélek kardját, a békesség evangéliumának a készségét. Aki nincs felfegyverezve a kísértések idejére, a mindennapokban, ha nem vesszük fel a lelki fegyvereket, akkor nem tudunk kitartani a kísértésbe, és nem leszünk boldogak. Az a harcos, aki tudja, hogy neki a legmodernebb fegyverei vannak, és a leghatékonyabbak, az nem fél az ellenségtől, hanem használja a támadó és a védő fegyvereit. Testvérem, engedd meg, hogy megkérdezzem, van-e üdv bizonyosságod? Kihez tartozol, ha el kellene menned ma a minden élők útján? Vajon van-e üdvösséged? Nagyon fontos, mert az ember nem ezt a mulandó jelen világot tartja a legértékesebbnek az életébe, hanem csak átmeneti állapotnak érzi, akkor látja az örök jövendőt. És akinek a fején van az üdvösség sisakja, akit az Úr Jézus Krisztus megváltott ingyen kegyelemből, az ki tud tartani a kísértések idején, és teljes örömmel, boldogan, hiszen ha él, az Úrnak él, ha meghal, az Úrnak hal meg, akár él, akár hal az Úré, ahogy olvassuk az apostol szavait. Mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy olyan gőgös kijelentés, hogy bizonyosságom van afelől, hogy üdvösségem van. Az Úr ígérte meg. Nem én szereztem magamnak, nem te szerezted magadnak, hanem Isten úgy szeretett, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő ígérte meg, hogy aki hisz, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozott. Nagyon fontos dolog, hogy fel legyünk vértezve azokkal a lelki fegyverekkel, amiket az Úr adott nekünk, a hit pajzsával, az üdvösség sisakjával, a lélek kardjával,
és úgy gondolom, hogy senki sem kerülheti el az élete folyamán a próbákat, senki sem kerülheti el az élete folyamán azt, hogy megkísértessen, de azt igen, hogy amit az Úr ígért, hogy azt megadja, üdvösséget, hogy győzelemre visz, hogy nem hagy egyedül, hogy velünk van, és hogy megláthatjuk őt, és aki alázatban jár, azt ő felmagasztalja. A megpróbáltatások a hitünket álhatatossá teszik. A hit álhatatossága nélkül nem lehet elnyerni az élet koronáját, azt a győzelmi koszorút. Jézus szerezte meg, de úgy gondolom, hogy a hit a megpróbáltatások nyomán válik álhatatossá, és teszi hálássá az ember életét. Aki boldoga, mert kitart a kísértésekben, az nem zúgolódik, az nem elkeseredett, hanem úgy tud nézni a megpróbáltatásokra, hogy a végső győzelem elérésének a biztosítéka, még pedig azért, mert az Úr soha semmit nem enged meg az ember életébe feleslegesen, és nem engedi meg, ha nem adja meg hozzá az erőt. Senkit nem hagy erején felül kísérteni, hanem megadja a kimenekedést. Ez egy csodálatos dolog, és én úgy gondolom, hogy mindvégig álhatatossá tehet az Úr bennünket az ő lelke által. Az élet koronája az jutalom, mégpedig az Úr Jézus Krisztus szerezte meg, és azt kegyelemből kapja mindenki, aki hisz és mindvégig kitart. Aki álhatatos marad, az üdvözül. Boldog az az ember, aki a kísértésben kitart. Nagy kérdés, hogy mit tesz bennünket boldoggá? Maga az Úr Jézus Krisztus. Ki tesz bennünket boldoggá? A mi mennyei atyánk, aki adta az ő fiát áldozatul. Vajon az életünkben csak egy nagyon szűk keresztmetszeten keresztül látjuk, ahogy mit tegyünk, hogy mit igyunk, hogy mi beruházkodjunk, vagy pedig látjuk a láthatatlan Istent. Mózes látta a láthatatlan Istent, és csodálatos módon az Úr megerősítette a pusztában, megerősítette a pusztai vándorlás során a fáraóval szembe, átjutott a Vörös-tengeren sarus lábbal, mert akit látott, az az örökkévaló mindenható Isten. Adja meg az Úr, hogy pünkösdre készülve lélekbe lehessünk, és boldogok lehessünk, akármilyen nehézségek is vannak az életünkben, hogy lássuk magát az Urat, aki az Atya jobbján van, és könyörög értünk. Az Istennel való járás, a Krisztusban való élet, tehát álhatatosságban mutatkozik meg, és amikor az álhatatosságunk a teljességre jutott, akkor győztük le az önfejűségünket. Ekkor fogadjuk el Isten akaratát. Lehet, hogy szenvedünk a próbák és a kísértések idején, de hogyha az Úrra tekintünk, akkor türelmesen meg tudjuk várni, hogy mit is akar ő. Az Úr Jézus Krisztusban is meglátszott, abban látszott meg a tökéletesség, hogy álhatatos volt az emberi testben, és hogy sohasem tette a maga akaratát, bár egy lényegű az Atyával, sohasem tette a maga akaratát az emberi testben, hanem várt
az atyára, akár a kánai mennyegzőn, akár különböző helyeken, a gecsemánei kertben várt, és hogy ebben mutatkozott meg feltűnően, láthatóan a tanítványok előtt is, hogy ő tökéletes, hogy mindig az atya akaratát kereste, és a keresztény ember életében is a tökéletesség, tehát nem a hibátlan erkölcsiség, erkölcsi állapot, hanem abban mutatkozik meg a tökéletesség, hogy Isten akaratát elfogadjuk a nehéz helyzetben, és képesek vagyunk lemondani a saját akaratunkról. Tehát az engedelmességben mutatkozik meg az Isten iránti szeretetünk is, a tökéletesség. És az is előfordul itt a Jakab levelében, hogy szorult helyzetbe kerülünk, oktalan állapotban vagyunk, megkísértve, összezavarodva, nincs bölcsességünk, nem tudjuk, hogy mit tegyünk, hogy merre induljunk, sokszor emberekbe kapaszkodunk, és az Úr azt ígérte, van bőven bölcsesség, kérjétek és adatik bölcsesség, és hogy a kísértés helyzetében is isteni bölcsességgel meg tudjátok ítélni, hogy mit kell tenni, és meglátjátok, hogy már nyitva van egy kis kapu, amin kimenekülhettek a kísértésnek a közegéből. Igen, azért itt az ige nagyon világossá teszi, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon szívének a kívánsága, aztán a kívánság megfogamván bűncül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévedjetek, szeretett atyám fiai. Isten nem oka a bűnnek, az Úrtól jó származik, és úgy gondolom, hogy a szív állapota az, amikor az ember kísértésbe esik, mert megtűri magába a tulajdon szívének a kívánságát, a bűnt, és amikor melengetjük ezeket a kívánságokat, akkor megfogam bennünk a bűn, és ez nem Isten akarata. Az Úr megadta a fegyvereket, hogy harcoljunk a szívünk kívánságai ellen, és hogy az ne fogadjon meg, és hogy ne kerüljünk abba az állapotba, hogy elszakadunk Istentől, mert a bűn teljességre jutván halált nemzít. Életről is halálról van szó, üdvösségről is kárhozatról. Azt mondja az ige, hogy ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai. Nagyon sokan tévelyegnek, és nagyon sokszor a gonosz elveszi a világosságunkat, hogy ne lássuk meg azt, hogy tulajdonképpen ez a próba a javunkat szolgálja, és hogy Isten azért engedi, hogy szilárdá lehessen a hitünk. Nagyon sokszor tévelyegünk, és olyan szomorú látni azt, hogy vannak olyan testvérek, akiket nem lehet a tévelygésből kihozni, mert ő maga szereti azt, amiben van. Nincs olyan hatalom, ami meg tudná őt akadályozni, hogy a maga választotta úton, a maga teológiája szerint önmagának megengedve tudjon menni. Mostanában nagyon a szívemre helyezte az Úr a kettős mértéket, hogy nagyon sokszor magunknak megbocsájtunk, magunknak megengedjük, és a kívánság és a téves eszmék bennünket aztán tévegésbe visznek. Az Úr mindig tiszta, és egyenes úton vezet. A keskeny út az nem görbe út. A keskeny út egy irányba visz, a menny felé. A keskeny úton senki sem téved el, mert Jézus jár előttünk, és ahogyan Jézus megharcolta a gonosszal szemben a harcot,
és legyőzte nem csak a bűn, de a halált is. Ugyanúgy azok, akik Jézus nyomdokába járnak, bármilyen kísértés, az ordító oroszlán veszi körül, keresvén, hogy elnyelje. Ha Jézus nyomdokaiba járunk, az Isten ígéje szerint éljük az életünket, akkor nem győzhet le, és erősebben kerülünk ki a kísértésből, mert az Úr az, aki a Szent Lelke által megerősít bennünket. Nagyon sokan Istent okolják, hogy olyan helyzetbe jutottak, hogy erőt vett rajtuk akár a bűn, akár a kísértés, akár bármiféle gyomorúság, de ezt tudni kell, hogy a bűn forrása bennünk van. A szívünk melengeti, és nem Isten adja azt. Isten ad erőt, hogy megszabaduljunk tőle. Az Úr imádságban is ezt tanította az Úr, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Úr megszabadít a kísértőtől, és megszabadít a gonosztól. Igen, még újra ezeket a gondolatokat megerősíteném, hogy Isten megvizsgál, de nem kísért. Ami belülről kísért a szívet, az belőlünk származik. A szív, az emberi szív, az én szívem kerülhet olyan állapotba, hogy nem akar Istentől függeni, hanem a maga önálló életét akarja élni. Ez volt az ember bukásának is az oka, hogy nem akart Istentől függeni, nem akart Isten szeretetétől függeni, hanem valamit önállóan akart, és hogy ez mindvégig megvan az emberben, akár egy közösségen belül is megtörténhet az, hogy nem akarunk úgy olyan szorosan összetartozni. Jobb a mi látásunk is, hogy inkább váljunk le a közösségről, és csináljuk a magunk dolgait, mi jobban tudjuk. És hogy ez az Istennel való kapcsolat, hogy a szívem tőle függ, ez nagyon meghatározza a hívő életemet, hogy milyen ember vagyok, hogy hogyan járok el. Isten népének is ez volt a nagy leckéje a pusztai vándorlás idején. Ők naponta a próbák között éltek, hogy hogyan fognak megmaradni az Úr útján, hogy mennyire kell, hogy az ember egy bensőséges közösségben legyen Istennel, és nem függetlenítheti magát. Én nem kérek Istentől úgynevezett felkenetést, hogy legyen nekem egy tartalék olajom, és akkor én abból gazdálkodom, és majd néha-néha Isten előtt megjelenek, hanem én minden egyes csepp olajért, amivel szeretnék szolgálni az Úrhoz, kell, hogy járuljak. Elindultak a pusztába, hátra vezető út, hátra tekinteni nem lehetett, mert az ellenség azonnal utolérte volna őket, de ők az Úrral átkeltek, és csodálatosan megtapasztalták az Úr hatalmas erejét. Izrael népe a hitben való megerősödése ebben a boldogságban telt el, hiszen nem volt mit enni, és akkor az Úr mannát adott. És amíg a pusztában voltak, minden nap gondoskodott róluk az Úr. Az ember azt gondolná, hát milyen is lehetett az, hogy nem volt kenyér, nem volt éhező gyerekek, öregek, legyengült emberek, de az Úr gondoskodott róluk. És amikor én a szolgálataim kezdetén voltam fiatal lelkigondozó, egy nagyon kis faluban éltünk, ahol semmi nem volt, amire nekünk szükségünk lett volna. A fővárosból
falura kerülni, én se kenyeret sütni nem tudtam, se más dolgokat még kapálni se tudtam, hiszen soha nem kellett, és semmiféle mezőgazdasági dologhoz nem értettem. Abba a faluba ebből értek az emberek, és akkor az Úr megtanított hitből élni, mindenért imádkozni, és csodálatos módon átéltem, és megtapasztaltam naponta az ő gondviselő szeretetét. Abban a faluban voltak roma származású kolónia, ahol a szolgálatom kezdetén voltunk. Egy nagyon nagy kert tartozott a parókiához, ami nagyon gazos volt, mert nem is értettem hozzá, meg értettünk hozzá, és rengeteg sok ember jött hozzánk, nem volt rá idő, és úgy imádkoztam, hogy hát megszólnak a faluba minket, hát nem értik, hogy miért nem tudjuk mi ezt csinálni, és úgy imádkoztam, hogy az Úr adjon segítséget. Másnap reggel arra ébredtem, hogy a kert tele van emberekkel, akik kapálnak. És amikor kimentem, hogy hát kibízta meg őket, és hogy mind, hát csupa roma emberek voltak, akik azt mondták, hogy tiszteletes asszony, eljöttünk, hogy megkapáljuk a kertjét, mert itt megszólják magukat. És amikor ki akartam őket fizetni, hogy mennyivel tartozom, azt mondták, jó szóért kapáltunk, és azt mi önöktől régen megkaptuk. Én akkor magasztaltam az Urat, én olyan boldog voltam azért a segítségért, hogy megtapasztalhattam, hogy az Úr egy idegen földön, ahol senki rokonom, senki ismerősöm nem volt, hogy ő mégis ezt a csodát megtette, és hát nagyon sok mindent el tudnék mondani abból az időszakból. Ma is abból élek, abból a boldogságból, hogy az Úr akkor megtanított hitből élni, rábízni az életemet és szolgálni őt, magasztalva és áldva örömteljesen. Ezt kívánom a testvéreimnek is, hogy ki kell tartani a nehézségek között, és az Úr azért enged meg nehézségeket az életünkből, hogy megszilárduljon a hitünk, a bizalmunk benne, és hogy valóban megtanuljunk vele élni.